Márciusban elszakadt jobb térdében a keresztszalagja, már meg is műtötték, és legalább fél évig nem játszhat a Stuttgart válogatott kézilabdázóját, Faluvégi Rudolfot kapcsoljuk most élőben Skype-on. Szervusz, szeretettel köszöntelek! Szia, jó napot, üdvözlöm a nézőket! Hát az első és legfontosabb kérdés, hogy túl vagy-e már az operáción, és hogy érzed magad? Vannak-e fájdalmaid? Igen, köszönöm. Holnap lesz egy hete, hogy megműtötték a térdemet. Jól érzem magam, viszonylag fájdalom nélkül tengetem a napjaimat itt a család szeretetében, és már csak előre tekintek, a rehabilitációra fókuszálok. Hol tervezed a rehabilitációt? Stuttgartban vagy már Franciaországban? Mert ugye már január-február környékén bejelentetted, hogy Franciaországban folytatod a pályafutásodat. Mindkét helyen. Most a következő 3 hónapot itt Németországba fogom lebonyolítani. Ez a legészszerűbb megoldás. Biztosítási okai vannak, és hát nyilván a családot se lehet csak úgy rángatni most a korona idején, nem is akarnám. Beszéltem a franciákkal is, megértik a helyzetemet, és teljesen támogatnak, úgyhogy az alapozás megkezdtével majd náluk folytatom a rehabilitáció második felét. Most hogy látod, hogy az eredetileg elképzelt fél év, az lehet esetleg rövidebb is, vagy ez majd csak közben derül ki, hogy javulsz? Na, hát sajnos mindenkitől azt mondom, hogy ezek a felépülések általában csak hosszabbak lehetnek, rövidebbek nagyon nem. Nem is ajánlják, mert ilyenkor sokszor az ember felületes munkát végez a rehabilitációnál, úgyhogy én is inkább élvezem azt, hogy semmilyen nyomás nem nehezedik rám a klubom részéről. Ez egy olyan szezonnak véget vető sérülés, ami a következő szezonból nem lop el olyan sokat. Úgyhogy próbálom ezt észben tartani, és egyszerűen csak végigmenni minden egyes fázison itt a felépülés során. Ugye március végén történt az ominózus eset a Magdeburg elleni bajnokin a Bundesligában. Akkor ugye sokkolt mindenkit, és hát téged is természetesen az eset. Túljutottál már mentálisan ezen, vagy ezt vele fel lehet azért dolgozni? Ott úgy éreztem, hogy a környezetemet jobban leterhelte ez a történet, mint engem. Rám főleg az volt a jellemző, hogy éreztem, hogy nyilván nagy baj van, nagy kihívás elé állított az élet, éppen ezért nem engedhettem meg magamnak, hogy engedjek ennek a szegény Rudi áldozati narratívának, hanem inkább összeszorítom a fogam, és most magamért és a környezetemért is erősnek próbálok lenni. Hogy kell elképzelnünk a rehabilitációt most, mikor kezdheted majd a gyógytornát, vagy mi lesz az első lépés egyébként most az otthoni kényelem után, meg a gyógyulás után? Van egy szerencsés körülmény itt a rehabilitációt illetőleg, hogy onnantól kezdve, hogy az embernek összevarják a sebeit, már azonnal lehet valamit csinálni. Ez engem is meglepett, úgyhogy örülök, hogy most az első hetek sem azzal telnek, hogy egy ilyen bio szobadíszlet formájában végignézem itt a családi életet, hanem minden nap megyek be, masszírozzák elsősorban a műtét utáni dagadást, próbálják elkeringetni a lábamból, már is megindult a térnek a mobilitásának a visszanyerése, és már kilátásba helyeződött az, hogy a jövő héten már enyhén lehet terhelni is a lábat, úgyhogy ez mind szuper, mint ahogy mondtam, mert mindig vannak ilyen apróbb dolgok, amiket meg lehet élni, és így remélem, hogy az is mindig izgalmassá tudja tenni majd a rehabot, ami persze hát hosszúnak ígérkezik, ezért kell a türelem hozzá. És hát a lelki erő is. Egyébként amikor megtörtént ez a sérülés, akkor gondoltál-e arra, hogy a francia szerződésed veszélyben forog, vagy egy picit változtatnak rajta? Hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy nem, de jó hiszemű voltam, és hál' Istennek be is igazolódott, amiben bíztam. Mondták, hogy manapság kézilabda pályán egy hasonló sérülés akármikor, akárkivel megeshet, és hogy abban a szellemben, amiben az ajánlatot nekem megtették januárban, abban a szellemben gondolkodnak továbbra is, és várják, hogy ott legyek már náluk, és együtt sikeresen befejezzük ezt a rehabilitációt. Tulajdonképpen visszatérsz Franciaországba, korábban ugye a Nantes és a Rennes csapataiban is játszottál, és aztán nyáron érkeztél Stuttgartba. Mit adott neked a Bundesliga lét, a Bundesliga bajnokik? Hogyan tudnád értékelni ezt a pár hónapot? Nagyon nehéz, nagyon nehéz. Eleve a sérülések miatt megítélni azt, hogy mit sikerült itt a stuttgarti időszakomban elérni, hiszen nem csak a sérülések, de egy hosszabb lélegzetvételű koronaszünet is sújtott. Úgyhogy tulajdonképpen ez alatt a másfél, majdnem 2 év alatt, alig hogyha egy csonka fél szezon sikerült a pályán eltöltenem. Úgy gondolom, hogy jobb játékos lettem.
Többször is elmondtam az elmúlt időszakban, hogy az a forma, amiben a sérülésem pillanatában játszottam, az, ahogy eljutottam, az mind tapasztalat, és ezt majd használni fogom akkor, amikor ennek a rehabilitációnak a végén a pályára kell visszatérnem. Hogyan bánjak a testemmel, hogyan készítsem fel magam a meccsekre, éretten, nyugodtan a pályán jó döntéseket hozni. Szerintem ebben is sikerült előrelépni az elmúlt 2 évben. De nem marad magyar játékos nélkül a Stuttgart, hiszen tulajdonképpen a helyedre érkezik majd Hanuszegon a csurgó játékosa. Beszéltetek már, vagy keresett már téged tapasztalatok ügyében, Egon? A szerződés aláírását illetőleg nem volt szüksége a segítségemre, úgyhogy ennek nagyon örültem, mert ebből arra következtettem, hogy ő minden áron ide akart jönni. Utána viszont én megkerestem őt, mert Németországban nagyon más a rendszer, mármint így a hétköznapi életet illetőleg, és volt egy-két tapasztalat, amiben nekem is segítettek, és amit én itt ugye az elmúlt 2 évben felszedtem. Ilyen dögunalmas biztosítás, és így tovább, úgyhogy szerettem volna ebből neki egy átadó képet adni, hogy hogyan működik a dolog, hogy ne itt érje majd hideg zuhanyként. Remélem tudtam neki segíteni. Most már költözésben nem fogom a legdrágább bútorait felcipelni az emeletre, de remélem ezt megbocsátja nekem. Rudi, családdal együtt, gyerekekkel együtt, mikor utaztok majd Franciaországba, hogy tervezed, és hát ugye ott folytatod a rehabilitációt majd, ahogy említetted. Ugye itt Németországban június végéig tervezem a rehabilitációt, akkor remélem, hogy majd olajozottan le tudjuk bonyolítani a költözést, amit ravasz módon gyerekek nélkül terveztünk az egyszerűbb lefutás érdekében. Utána bízunk benne, hogy esetleg néhány hetet otthon is eltölthetünk a családdal, mert ez egy olyan lehetőség, ami olyan gyakran megadatik. Úgyhogy reméljük, hogy majd az akkori járványhelyzet meg a közhangulat ezt majd lehetővé teszi. És azt mondanám, hogy július 3.-4. hete környékén, amikor általában Franciaországban az alapozás kezdődik, akkor fogjuk majd belevetni magunkat így 4-esbe a francia életbe újra. Mikor tudhatjuk meg, hogy melyik csapatról van szó, mert ez ugye titok övezi még január-február óta? De ez egy nagyon jó kérdés egyébként, mert bár én nem értesültem róla, hogy bejelentettek volna, de a régi csapattársaim meg barátaim már mindent tudnak. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon múris dolog, mindenkinek csak azt mondom, hogy ez ilyen franciás hozzáállás, és ezt tényleg így is kell kezelni, ahogy mondom. De remélem, hogy egyébként nem sokáig kell már az újságírók meg a közvélemény kíváncsiságát ezzel fönntartanom, mert egyébként szívesen elmondanám most is a tehetnőt. Hát várjuk majd nagyon, és még egy fontos kérdés a végére, a válogatottság. Ugye jövő januárban magyar-szlovák közös rendezésű Európa-bajnokság lesz. Tervezel ezzel kapcsolatban, számítasz-e majd behívóra, hogy látod ezt az egészet? Mert ugye 2015 és 2018 között voltál válogatott 14 alkalommal, és azóta nem. Hát pont ezért, amit te is kiemeltél, hogy milyen régóta nem voltam a válogatottban komoly szerepben. Ezért azt mondanám, hogy ezzel a kérdéssel jelen pillanatban nem kell foglalkozni. Ugye hát a vak is látja, hogy itt ez a térd, ez arra vár, hogy ismét ugye üzembe legyen helyezve. Úgyhogy ezzel majd szépen lekötöm magam a következő fél évben. Bízom abban, hogy utána olajozottan sikerül majd a csapatba és ismét a játékba megtalálnom az utamat. És hogy utána januárban egészen véletlenül lesz egy világverseny, ami még hazai rendezésű is, hát ez maradjon csak ilyen huncut dolog a fejem hátsó részében. Hogyha a körülmények majd nekem szerencsésen alakulnak, akkor lehet, hogy erről majd beszélünk a maga idejében, de az is először olyan dolgoknak kell összeállni, amik ugye rajtam kívül állnak. Gondolok ebben például arra, hogy magamat nem tudom behívni a válogatottba, úgyhogy nyilván itt a másik oldalnak is ugye ennek érdekében tenni kell. De majd meglátjuk, első a tért. Így van, hát jó egészséget, jó felépülést kívánok, és hát várjuk majd az új csapatod bejelentését is. Vigyázz magadra, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Köszönöm én is, legjobbakat!